A hét elején járta be az internetet az a videó, amelyben egy pár a belvárosi szökőkútban esett egymásnak győrben. A rendőrség eljárást indított, stábunk pedig megkeresett egy ügyvédet. Arra voltunk kíváncsiak, milyen büntetésre számíthat az, aki közterületen nem tudja tűrtőztetni magát. Akkor minősül csak bűncselekménynek, hogyha a saját ö, nemi vágyának felkeltését vagy kielégítését szolgálta az a magatartás, és az én megítélésem szerint, amit röviden videóban láttam, illetőleg amiről tájékoztattak, az nem éri el a bűncselekménynek a kategóriáját. Nekem az a határozott jogi álláspontom, hogy ez csak szabálysértésnek minősül, a közerkölcsöt sértették meg. Ez alapján, ha a bíróság egyetért a minősítéssel, akkor a heves pár megúszhatja pénzbüntetéssel, ami maximum 150 ezer forint lehet. Súlyosabb esetben viszont akár börtön is lehet a vége a pásztorórának. Természetesen sem más a helyzet, hogyha egy ilyen emberi magatartás egy fiatal korúnak, egy 14 éven aluli személynek a, a, az erkölcsi fejlődését is sérti, mert akkor, akkor ennél sokkal súlyosabb joghátrányt lehet alkalmazni, és ott már mindenkinek az a véleménye, hogy a törvényteljes szigorával kell járni, és ezeket fel kell deríteni. Ebben az esetben a jogalkotó három évig terjedő szabadságvesztést irányoz elő.